Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebben a legújabb videóban. És arra gondoltam, mi lenne, ha megszavaznánk Magyarország legkedveltebb, legkedvencebb traktorát. Ez úgy zajlana, hogy a hozzászólásokban leírnátok, hogy nektek mi a kedvencetek. Igazság szerint nem számít egyáltalán, hogy játékban, tehát a farming szimulátorban, hogy melyik verzióban, a 2011-ben, a 17-ben, vagy a 22-ben a kedvencetek, vagy esetleg a való életben a kedvencetek az a traktor, ami nektek a kedvencetek. Annyi a lényeg, hogy a hozzászólásoknál leírjátok például, hogy az én kedvencem, vagy csak elég azt is, hogy MTZ 82, vagy MTZ 80, vagy Quattrak, vagy kinek mi. Egyébként egy érdekes adalék így az elejére. 2022-ben a 5 legnépszerűbb traktormárka Magyarországon a John Deere, a New Holland, a Kubota, a Klassz és a Solis volt. Ebből értelemszerűen itt a játékon belül mindenki a John Deere-t, a New Hollandot és a Klasszt ismeri. Kubotát is talán-talán lehet ugye találni egy-két modot, viszont én Solis-szal még nem találkoztam. És igazándiból ez nagyjából úgy nézne ki, hogy mondjuk egy olyan két hétig itt a videó alatt lehetne szavazni a traktorokról, hogy kinek melyik a kedvence, és akkor én úgy összeszedném ezt a legvégén a szavazatokat, és akkor ugye meg lenne, hogy ki az első, második, harmadik, stb. stb. És igazándiból tényleg egyáltalán nem számít, hogy most van-e a farming szimulátorban ilyen traktor, mert hogyha nincsen, akkor maximum majd keresek róla képet, vagy esetleg videót, és akkor azt fogom ugye az ilyen összegző videó alá bevágni, mert ugye hát értelemszerűen ugye lesz egy második videó is erről a témáról, ahol ugye kivesézzük, hogy ki mire szavazott, kinek melyik a kedvenc traktora, és akkor igazándiból ugye itt egy pár, hát nem is az, hogy ötleted, de azért így magyar viszonylatban, amik így akár a játékban a nagy kedvencek, vagy nagyon sok helyen ugye vidéken, otthon található ilyen régebbi traktor, és akkor például akár ugye egy MTZ-50-es, mindenkinek lehet, hogy mondjuk a saját traktora, kedvence, azt szereti a legjobban, vagy esetleg mondjuk egy MTZ-80, és tényleg nem számít, hogy most van a játékban, mert ha nincs, akkor is lehet róla képet találni, és akkor meg lehet majd nézni, hogy, hogy mi fog nyerni, vagy esetleg egy 82-es, egy MTZ-82-es az ugye nagyon népszerű, vagy esetleg a 12-21-es, de van itt igazándiból Zetor kristály, tehát én szerintem azért, hogy 80-90%-a a traktoroknak az megtalálható a Farming Simulator 22-ben, még ha nem is modhabon, de valamilyen modos oldalon, vagy valaki mondjuk a Fiat Agrira szavaz, és ugye speciálisan, tehát nem csak a márkára, lehet egyébként márkára is, de én inkább azt szeretném, hogyha mivel ö, kifejezetten a, a legkedveltebb, legkedvencebb traktort keressük, tehát legyen azért annak egy típus száma is. Tehát az, hogy most John Deere, az így a John Deere-nek egy jó pont, de mondjuk az, hogyha John Deere 47-55, akkor már tudjuk, hogy pontosan miről van szó. Vagy mondjuk ugye a Rába Steiger, és akkor tudjuk, hogy a illető az a Rába Steigert kedveli, szereti. Vagy mondjuk nekem egy nagy időben, vagy nagyon sokáig ugye a Quatrak volt a kedvencem, ugye hatalmas, erős, gumihevederes, mindenen átmegy, mindent elhúz, tehát nagyon jó, de van egyébként már modern, nagyobb, ugye mondhatjuk a John Deere 9620-as RX, az, tehát a 9-es R9-es széria az ugye még nagyobb, vagy 9-es, tehát gyakorlatilag ez mondjuk azért nálunk ritkát, Tehát lehet, hogy valakinek ez a kedvence, de azért nem hiszem, hogy a legtöbb gazdaságban ilyen található Magyarországon. Minden esetre az a lényeg, srácok, még egyszer, hogy aki szeretne részt venni itt a szavazáson, az csak annyit tegyen meg, hogy a hozzászólásoknál itt a videó alatt beírja, hogy neki mi a kedvenc traktora. A márkát ugye értelemszerűen, hogy MTZ, Ráva vagy John Deere, tök mindegy, és ugye a típusát, hogy MTZ 82. Én össze fogom szedni ezeket a szavazatokat, és körülbelül egy-két hétig, így a videó alatt, majd ki fogom írni két hét után, hogy na akkor idáig a szavazatok úgy nagyjából éltek, vagy értek, és össze fogom összesíteni, össze fogom számolni az összeset, és akkor csinálunk egy külön videót, majd arról, és ugye megpróbálom mindent bemutatni, vagy így a játékon belül, vagy esetleg, hogyha nem találok modot, semmiet, akkor, akkor egy pár képről, hogy milyen traktorról van szó. Én egyébként így első, hát, ö, hogy is fogalmazzak, tehát első ö, ilyen tippemre, mondjuk így az első ötben biztos, hogy benne lesz mondjuk a Rába is, meg az MTZ is, valamelyik típus, tehát rengeteg szavazatot fog kapni, akár a 82-es, az 50-es, vagy 80-as is, talán az újabbak is, de én szerintem azért sokan fognak újabb ö, traktorokat is megszavazni, például akár most a McCormick nekem az egyik kedvencem, egy tök jó kis traktor, de ezen kívül millió egy van, tehát tényleg ott vannak a GCB-ktől, kezdve már csak a farming szimulátoron belül is, a klasszokon át, a New ezer millió egyfajta traktormárka van, és azon belül is típus, kicsik, közepesek, nagyok, úgyhogy én szerintem nagyon-nagyon sok szavazat fog érkezni, és... Hát legalább egy 20-30 féle fajta traktor szerintem lesz, amire fogtok szavazni, mert nem hiszem, hogy mindenkinek ugyanaz tetszene, és nem hiszem, hogy mindig mindenki ugyanazt a traktort használná. És természetesen nagyon fontos, hogy hát egy YouTube akkontal egy szavazat legyen, tehát azt nem szeretném, hogy kispista beírja tízszer egymás után, mert ő azt akarja, hogy az MTZ50 nyerje, hogy MTZ50, MTZ50, MTZ50 mert egy szavazat fog mindenkinél számítani értelemszerűen, tehát a többi nem lesz beleszámolva. Úgyhogy esetleg pedig, ugye, aki nem játszik ilyen farming szimulátor játékkal, de mégis érdekli ugye a farming, tehát a való életben a mezőgazdálkodás, ő is nyugodtan ideírhatja a kedvenc traktorát, vagy hogy éppen mit vezet, vagy hogy éppen mi az, ami szerinte a legjobb, és tényleg srácok, annyi, hogy akkor akkor a, a márka és a típus ezeket össze fogom összesíteni, összeszedem őket, és akkor egy második videóban pedig megnézzük, hogy melyik márka melyik típusa a legnépszerűbb vagy a legkedveltebb e, traktor Magyarországon. Természetesen ez nem egy ilyen teljesen reprezentatív felmérés, ez csak egy ilyen kis e, e, egyszerű, e, hát hogy is mondjuk, Ugye a leg, leginkább ugye a játékosok fognak szavazni, akik játszanak a játékkal, de ettől függetlenül nagyon sokan dolgoznak ugye a mezőgazdaságban, és azért valamilyen rálátás csak fog ö, sejtetni nekünk, hogy, hogy azért tényleg, mint ahogy ugye itt a videó elején is ugye mondtam, hogy, hogy 2022-ben ugye John Deere-ből, New Holland-ból, és Solis-ból adtak el a legtöbb traktort Magyarországon, tehát azért lehet, hogy ehhez kicsit közelíteni fog a mi szavazásunk is. Szóval, hogyha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és írjátok le hozzászólásban, hogy szerintetek melyik a legjobb, legnépszerűbb, legfrankó, tutibb, faszább traktor szerintetek, például MTZ 82. Úgyhogy ennyi lenne a kérésem, és akkor remélhetőleg két hét múlva nagyjából ki fog derülni, hogy melyik is a legkedveltebb traktor Magyarországon. Ennyi lett volna ez a kis videó, srácok, én Karesz voltam, jöhetnek a hozzászólások és a szavazatok, legközelebb találkozunk, addig is szevasztok!